Hello fiúk, lányok, itt vagyunk a következő videóban, és ma egy nagyobb EB kártyás bontást terveztem. Hoztam, hát mondjuk úgy, hogy mindenből egyet, de ez nem igaz, mert sima csomagom nincsen. De van itt egy Mega Multipack, egy Eco Pack, egy kis fémdoboz és egy nagy fémdoboz. Ezeket fogjuk kibontogatni, és megmondom őszintén, Black Edge-ekre vadászunk, ugyanis a Black Edge-eim állnak a legrosszabbul. Talán 3-at sikerült eddig kinyitnom, ami szerintem nagyon érdekes ahhoz képest, hogy például a 9 Energy Labból 2 darab hiányzik, és nyitottam már 3 duplát, tehát hogy sokkal könnyebb Energy-t nyitni, mint Black Edge-et, ami szerintem egy ilyen nagyon fura felállás. Úgyhogy most megpróbálunk Black Edge-eket nyitni. Kezdjük szerintem az Eco Pack-kel, a fémdobozokat meghagyjuk majd a végére. Ebbe ugye kapunk 3 csomag kártyát és egy darab limitált kártyát, úgyhogy akkor nézzük is meg. Itt van egy sima csomag, 8 kártya, egy kódos papír, és itt van egy Garnicnik, Szlovénia, aztán egy Upamecano, rögtön itt egy Hero Willy Orbán, aztán egy Captain Tadic, egy Graduated Gem Aslani, itt lesz egy legenda, igen, Mesut Özil, szerintem ő nyitható a legkönnyebben, legalábbis nekem belőle van a legtöbb, Ismaili, és a végén egy Fiola Attila. Nézzük a következő csomagon, az Eco Pack-ban kódos papírt félredobjuk, van itt egy Depay, aztán egy Golden Goal Scorer Griezmann, egy Centurion Danny Blind, és egy Kristál Rafael Leao, aztán egy zöld paralel Memphis Depay, Golden Goal Scorer, és itt még bészlapok maradtak, egy Acerbi, egy Süle és egy McLean Skóciának, és akkor nézzük a limitedes pakkot. Egy hiányzik már csak, azt hiszem talán a szlovén, de nem vagyok benne így most biztos. Biztos nem, Joshua Kimmich Németországnak, és van itt még egy Holz, Skovolsen, aztán egy Hiro Courtois, egy Captain Kjaer, egy Kristál Cole Palmer, aztán egy lila Graduated Gem Adamu, és egy Okafor és egy Demiral a végére. Nézzük meg a Mega Multipakot. Megmondom őszintén, szerintem, vagyis hát az én tapasztalataim alapján ezt éri meg a legjobban megvenni, mert én ebből nyitottam a legjobbakat a Mega Multipakból. Tehát a fémdobozból nekem ugye nem nagyon jött semmi, az Eco Pack-ekből se jött semmi, viszont a Mega Multipakból mindig nyitottam valami Shieldet, Black Edge-et, úgyhogy Energy-t, azt hiszem Energy-ket is szerintem nagy részt ebből nyitottam, úgyhogy én ezt tudom javasolni. Na nézzük, hogy ő belőle mit sikerül. Van itt egy Ratiu, egy Zsiru, egy Captain Modric, Akanji, aztán egy Vlahovic, zöld paralel változatban, van még itt egy Mack, Fülkrug és McKenna Skóciának. Itt lesz egy magyar, de előtte még Max Elsnik, aztán egy Centurion Kjaer, Harry Kane, egy Xavi Simons, Harry Kane lila paralel változatban, egy Dani Olmo, egy Kramaric és egy Kleinheisler. A magyarok közül egyedül Dibusz Dénes hiányzik, de őt valahogy nem sikerül bontanom. Itt pedig egy Zima, egy Stojanovic, egy Captain Modric megint, aztán megint egy Akanji és egy Kerkez Milos lila paralel változatban, maradt még egy Ferran Torres, egy Varga Barnabás és egy Ünal Törökország. Nézzük a következőt. Ez az utolsó ebből a
meg a multipackből egy Matthias Jensen, Cristiano Ronaldo, Lobotka, egy Crystal Parallel Lukaku, itt van egy portugál legenda Ricardo Carvalho, és van itt még egy Spinazzola, egy Bayrami, és egy Ricardo Rodriguez a végére. Picit itt átrendezem, ugyanis ehhez kapunk 2 darab limitált kártyát, amiből az egyik Bruno Fernandes, a másik pedig Di Marco. Hát nem sikerült arra az 1 darab hiányzóra rábontani, úgyhogy azt majd valószínűleg valahonnan megvásármányozom. Itt van a kis fémdoboz. Ezt nem is néztem, hogy melyik. Kis fémdoboz, így számozásilag. De mindjárt meglátjuk. Ebbe kapjuk ugye a fix limitáltakat, ami itt egy Guardiol, egy Rafael Leao és egy Pedri. És nézzük meg a kis csomagot, amit kapunk hozzá. Ez ugye 28 kártyás. Van itt egy Wind, egy Uzuni, Kamavinga, aztán egy Kucka, Timber, Itten, egy Rico Luiz, aztán egy Merino, egy Trimmel, Shea Adams, egy Daló, Doku, Gudej, egy Götze, és még egy Fiola Attila. Ez már így dupla. Aztán egy zöld paralel Arnautovic, egy Graduated Gem, egy Black Edge Sucic, aztán egy lila Vipotnyik, és nézzük, hogy ki lesz. Ne, megint Perisic. Miért csinálod ezt velem, Tops doboz? Ismét egy Ivan Perisic. Nem vagyok boldog. Ő már harmadik, azért vagyok ilyen kicsit szomorú. Egy Eriksen, egy Pepe, egy De Bruyne, Alaba, Broha, Depay, egy Soucek, és egy Vida Krisztál a végére. Most teljesen elkenődtem. Azért 9 féle Black Edge-et lehet nyitni, nekem abban megvan 3, és ugyanazokat nyitom folyamatosan. Ilyen az agyvérzés, és stroke kerülgen. Nézzük a nagy fémdobozt. Ez az 1-es nagy fémdoboz változat. Ebbe is ugye kapunk limitált lapokat, amiket csak innen bonthatunk. Egy Depay, egy Jack Grealish, Gonzalo Ramos és egy Højlund a végén. Ezek ugye a fix lapok, és akkor nézzük meg a 44 kártyát. Legalább azért egy energy dobhatna már ez a... Hát, nem úgy néz ki, de egy Lazovic, Hinter, hát ez nem biztos, hogy sikerülne. Van itt egy Salai Roland, aztán egy Verbic, Süle, Asensio, egy Ferguson, Weber, egy Bruno Fernandes, Yilmaz, Carvajal, egy Stanisic, Hoopminers, Zakaria, egy Radu, Mason Mount, Sutalo, egy Jurasek, aztán egy Di Marco, Joachim Andersen, egy Muci, Kunde és egy Krejcsi a baselapoknak a vége. Aztán egy Højlund. Aztán egy Captain Stanciu, szintén a zöld paralel változatban. Van itt még, még egy Black Edge, ha ez is Perisic. Visszapostázom az egész tufot oda, ahonnan vettem. Aslani, egy Hlozek, egy Ultimate Griezmann, és egy lila Ultimate Cristiano Ronaldo, és Depay, ő nincsen meg.
Úgyhogy legalább ennyi, hogy egy Memphis Depay Black Edge lapot sikerült nyitni. Ennek mindenképp örülök, úgyhogy a Depay gyűjtemény lett itt a végén. Aztán egy Lukaku, egy Eriksen, Musiala, Shaqiri, egy Skriniar, egy Christoph Baumgartner, aztán egy Griezmann, egy Centurion Blind, még egy Willi Orbán, aztán egy Tadic, egy Pedri, és kettő Kristált kapunk a végére, akik pedig Pavlenka és Mele. Pont nem férek el természetesen, úgyhogy őket így ide beduplázzuk. Ez lett volna ez a mai nagyobb EB-s bontás. Shieldet nem sikerült nyitni természetesen, most Energy-t se sikerült nyitni. A limitedek azok megvannak már, ez a három fajta limited. Úgyhogy ami szerintem itt a jobbak közé sorolható, az a Memphis Depay. És ami érdekesség, hogy egyetlen egy legendát nyitottunk csak. Ja nem kettőt, bocsánat, mert itt a Carvajalt nem láttam alul. Nyitottunk viszont jó sok magyart, ennek mindenféleképpen örülök. Készen szórakoztató gyűjteni ezt a szériát. Leszámítva azt, hogy a Black Edge-eket nehezebb kinyitni, mint az Energy lapokat. Úgyhogy ez lett volna mára ez a, hát, fél rövid videó, vagy fél hosszú nézőpont kérdése. Köszönöm, hogyha megnéztétek, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb.